Mohácsi vész, ez az a téma a magyar történelemben, ami az ilyen nevű kantátból gyengélkedőket is valamennyire megfogta. Nemzeti tragédia, három része szakadt ország, II. Lajos király eleste, Cselepatak, stb. A Bártoszéki Szabad Egyetem éppen ehhez a témához érkezett a minap. Aki Mohács bekövetkeztének ok-okozati összefüggéseire volt kíváncsi, és új információkat is akart hallani a legfrissebb történelmi kutatások tükrében, az tényleg jó helyen járt. A II. Géza gimnázium igazgatója, köztudottan történelem megszállott szaktanára, Sümegi József másfél-két órás előadása után szinte garantáltan mindenki úgy állt fel a székéből, hogy nem csak rendszerezni tudta eddig ismereteit, hanem új információkat, új összefüggéseket, más megközelítéseket is megkapott. Tavaly a Jagellókorral eljutottunk igazából Mohácsi csatáig. II. Lajos uralkodását jó részletesen megnéztük, illetve azt az újfajta képet, szemléletet, amelyet ma a Jagellókorról a történelemtudomány képvisel. Most valóban a Mohácsi csata közvetlen körülményeit, annak következményeit szeretném körbejárni, ezért ebben az előadás sorozatban, a négy előadásban nem is terveztem túl nagy időintervallumot, mert 1526-tól 1541-ig szeretnék csak eljutni, viszont annyira, én úgy gondolom, hogy annyira a tudománynak és a médiának is az érdeklődésébe került az utóbbi években a Mohácssal kapcsolatos kutatás, hogy érdemes ezeket összefoglalni, és érdemes egy picit abba a képbe belehelyezni, amely korábban magáról, a csatáról, annak következményeiről volt, és hogy ezt mennyiben befolyásolja az az újabb kutatás, amely ma is zajlik, akár a Mohács kutatócsoport, akár más egyetemi műhelyeknek a keretében. Felettébb érdekes téma maga a Mohácsi csatatér kutatása, a párhuzamosan zajló hadtörténeti és geodéziai kutatások új tényeket is felszínre hoztak már. Magának a csatának a helyszínéről, a táborok területéről. Amit már a Nemzeti Emlékhelynél tett látogatások alkalmával friss információként el is mondhat egy Mohácssal kapcsolatosan valóban naprakész idegenvezető. Azokat a pontokat, amelyekről az írott történelmi források, azok a szemtanúk, akik ott voltak, részt vettek a Mohácsi csatában, főleg ugye Brodarics István püspöknek, szerémi püspöknek az írása talán a leglényegesebb ilyen szempontból, azok a helyszínek ma igazolódni látszanak. Persze, akármilyen tudományosan igazolható körülmények, tények kerülnek elő, a megítélés alig ha változhat. Mohács több mint vész, nemzeti tragédia a magyar történelemben. A magyar történelemnek ez egy valóban egy nagyon súlyos pontja és választóvonala volt, ahol az ország történetének egy nagyon nehéz időszaka kezdődött. Mohács akkori kül- és belpolitikai okainak, következményeinek négy részes előadásban történő feltárása után a Bártoszéki Szabad Egyetem a török hódoltság 150 évét is analizálja majd Sümegi tanárul előadásában. Ez a korszak még mindig folyamatos feltárás alatt van, rengeteg a köztudatban még nem jelenlévő információ sztori érdekesség jön elő szinte nap mint nap. A Bártoszéki Szabad Egyetem hallgatói számíthatnak arra, hogy előadójuk Bártoszék és környékének történéseit is górcső alá veszi, új információkat átadva.